Szabadkaváros díszpolgári címét idején Pálffy Gyula helyi Rászvétel Kft. Tulajdonosa kapta, az indoklás szerint azért, mert a tulajdonában lévő vállalat számos olyan közmegvilágítással kapcsolatos munkát végzett el, amelyek ékesítik a várost. Pálffy Gyulát Pásztor István a VMS elnöke terjesztette fel a díszpolgári címre. Talán annyit mondanák, hogy a vállalkozók oldaláról nézve, mert nem nagyon kap vállalkozó elismerést, de sokat dolgozunk ezért városért, jó magam is, többedével, úgyhogy ez az elismerés nagyon jó lett nekünk, úgyhogy köszönjük szépen. Pro Urbe díjat idén dr. Gordana Katinics, a Szabadkai Közkórház járványügyi szakorvosa kapott, ám távol léte miatt az kolléganője dr. Branka Milisavljevics vette át. Pro Urbe díjas még Kavók Erik, a Magyar Szó főszerkesztő helyettese, egyben az M1 és a Duna TV szerbiai tudósítója. E díjakat minden évben olyan egyéneknek vagy jogi személyeknek ítélik oda, akik munkájukkal vagy tetteikkel jelentősen hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez. Én azt gondolom, hogy ez a díj nem csak nekem, hanem az egész szakmának szól, és azt gondolom, hogy egy újságíró egyedül nem dolgozhat, hanem egyfelől a szakmá beliekkel együttműködve, másfelől a munkatársakkal együttműködve. Én szerkesztőként nyilván akkor lehetek jó szerkesztő, hogyha a munkatársaim jó írásokat írnak. Éppen ezért ilyen szempontból is nem csak a saját munkám elismerésének tartom, hanem a hivatás elismerésének tartom ezt a díjat. Kötelics doktornőt az önkormányzat társadalmi osztályának titkára, Jászmin Esztevánovics, míg Kabó Kerikát a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete terjesztette fel a díjra.